Műsorunk igaz történeteket dolgoz fel. Személyazonosságuk és becsületük védelmében a szereplők neveit megváltoztattuk. Mai adásunk tartalmából. Lefoglaltuk a motort. Mi? Irigy, mert engem hívtak meghallgatásra, nem ő. Nem is. Irigykedsz, mert nem maradt munkád. A behajtók. Ne feledd, ha nem fizetsz, könnyen bajba kerülhetsz. CR-80. Az mekkora? CR-80? Kis cross motor. Na, ezt most nem veszem fel. Nem veszed fel a telefont? Mi? Nem, később visszahívom. Minden rendben? Ja, persze, csak egy munka, nincs semmi baj. Tudod, hogy a gáz van, mindig elmondom nektek. Akkor egy CR-80-ast keresünk, igaz? 2002-es CR-80. Nem tudom, hogy néz ki. Egy kis cross motor. Milyen kicsi? Nem nagyon kicsi. Ezen az ügyön dolgoztunk, a CR-80-ason. Kiderült, hogy a srác el akarta adni online. Sokan elkövetik ezt a hibát. Nem tudom, szóljak-e erről. Ha valamit le kell foglalnunk, azt ne próbálják online eladni. Mindenki láthatja azt az információt. Csak azt akarom tudni, hogy elég nagy-e, hogy vezessem. Nincs bukós isakunk. Vagy fel tudjuk tenni a furgó hátuljára? A legrosszabb esetben valahogy rászállunk és elvezetjük. Próbaútra visszük és elhúzunk vele, majd végigmegyek a főúton. Te megkövetsz. Utána betehetjük hátra, mert könnyű. Mindjárt ott vagyunk. Ez lesz az. Várj, megfordulok. Látták a kamerát. Tényleg árulják. Nem baj, mondjuk azt, hogy dokumentálunk mindent, amit veszünk. Hogy az egész egy kincsvadászat miatt van, és éppen motort keresünk. Mondd azt, hogy egy sorozatot forgatunk. Ez lesz az első rész. A címe kincsvadászat. Ezt mond. Miért nem te mondod? Oké, de segíts. Azt se tudom, mi ez a kincses cucc. A kincsvadászat az, amikor dolgokat keresel. Oké, elmagyarázta. Én megmondtam, hogy oké, akkor ez lesz. Odaérünk, szólunk nekik, hogy mi van. Elmondjuk, miért vannak ott a kamerák. Meglátjuk, mi lesz. Mi újság? Hello! Melyikőtök Adam? Én. Hello, én hívtalak. Hello. A CR-80 miatt. Jó. Ez minek? Egy kincsvadászat című sorozat első részét forgatjuk, ezért igen? Hívtalak. Á, kincsvadászat. Rendben. Van egy pénzkeret, abból kell több cuccot megvennünk egy listáról. Jó. Az egyik egy cross motor. Lehet minimotor, cross motor, bármi. Értem. Ezt nézze meg. Akkor az tökéletes. Teljesen mindegy. Sosem volt még ilyen munka. Ahogy kiszálltam, a srácok ott örültek nekünk. Rögtön kérdezték, mi újság, hogy vagy, de jó, hogy jöttél, meg ilyenek. És hencegtek a motorról, hogy két ütemű, meg minden. 2000-ért vettem. 2000-ért? Igen, odaadom 1200-ért. 1200-ért viheti. Elbírja őt? Muszáj lesz. Elbírja-e? Túl sok. Persze, hogy elbírja. Tudod, a keretünk erre a motorra csak 800 dollár. Nincs több. 800 dollár? Csak nem akar átverni? Ez 500 dollár. 500-ért a magáé. Spanyolok vagyunk. A legjobbat akarom a pénzemért. Spanyol vagyok. Mit vársz? 800. Ha jól is működik, akkor 800 dollár. Elég érdekes volt, hogy bedőltek a srácok. Bevették a kincsvadászatos sztorit, meg azt, hogy van egy keret, amiből a motort vesszük. Rendben van, meglátjuk. 1200-at akarsz? Legyen inkább 1000. Kereken 1000, de csak ha jól működik. Mit szólsz ehhez? A kincsvadászat kedvéért. Na. Várjon. Kipróbálom. Csak elviszem egy körre, elmegyek oda, aztán visszajövök. Jól hangzik. Oké. Okay. Látni akarom, hogy megy. Hagyod, hogy menjen be? Igen. Tudom vezetni. Megkérdeztem, tudja-e vezetni. Azt mondta, igen. Nem tudom. 1000 dollárért már csak el kell, hogy bírjon. Biztosan elbírja. El kéne, hogy bírjon. 20 dolcsiba fogadok, hogy el fogja bírni. Jó, csináljuk. Nem hiszem, hogy menne. Nem hiszed? Induljunk. Gyerünk, bármit beindítok.
Ugyan. Ez egy kicsi motor. Kizárt, hogy elbírja. A srác azt mondta, elbírja. Én pedig azt, hogy nem. Fogadtunk. Azt hittem, Louis ki fogja durrantani a kereket, vagy valami. Nem mondom, hogy kövér, vagy dagadt, vagy hájas, de azért látni, hogy elég nagy fickó. Nézd, hogy megy! Hogy megy? Mondtam, hogy menni fog, megmondtam. Adja 20 dolcsit. Tartozik 20 dolcsival. Volt egy kis gond, amikor elindultam a motorral. Olyan 150 kiló vagyok, úgyhogy nem fog túl gyorsan menni. El fognak kapni. Úgyhogy részletesen ki kellett találnom, hogy mit csinálok, ha elkapnak. Mondtam! Ezért elhúztam úgy, hogy meg se álltam. Elmentem mellettük, és mentem tovább. Csak tovább, és tovább, és tovább. Ennyi volt. Nem fordult meg. Nem lesz baj, látod? Már jön is. Épp most fordul meg. Lenyújja a motorod. Igaza van, látod, hová megy? Mi a franc? Nem tudom, hová megy. Gyerünk, menjünk utána. Nem szóltam, hogy behajtók vagyunk. Még a végén megvernek. Szólt a haverjainak, hogy kapják el. Adam? Adam? Ez a tiéd. Mi ez? Mi ez? Lefoglaltuk a motort. Mi? Ez most komoly? Ez az én motorom! Kell a pénz! Nagyon kell! Jó, értem. Hozza vissza! Menj innen! Kérem vissza! Mondom, menj el innen! Nem megyek sehova! Hagyjál már! Csak a cuccomat akarom! Az, amit próbálsz itt eladni? Próbálom eladni, mert az enyém! Hogy adod el, ha nem a tiéd? Az enyém miről beszél? Nem a tiéd! De, kifizettem! Aztán a srácok visszajöttek. Tudtam, ha nem szállok be, megpróbálnak rámugrani. Az pedig baj lenne. Úgyhogy kikerültem a fiút, és beszálltam a furgonba. Csak az volt a baj, hogy Louis egyedül hagyott. Nem tudtam, hogy fogom Louis-t megtalálni. Elmentek mellettem. Nem láttak meg? Hol az emelő? Engedd le! Nem zavar, hogy egy kicsit meg kellett tévesztenem őket. Ők is ezt tették a pénzügyisekkel. Végül is én is azt tettem velük, amit ők másokkal. Nem volt emiatt bűntudatom. Remélem, most megtanulták a leckét. El sem hiszem, hogy egy francos szoláriumért jöttem ide. Jobb, ha készenlétben áll egy furgon, amit hívhatunk. Nem bánom, hogy különböző dolgokat viszünk el, de az olyan furcsaság, mint a szolárium, zavar. Mert azt ugye nem tudjuk a kampóra kötni. Ehhez a munkához egy másik furgon is kell, aminek van hátul tartója, hogy oda tegyük. Felhívom Mandót. Tessék. Először megkerestük az épületet, ahol volt. Biztosra kellett mennünk, hogy ott a szolárium. Beszéltem egy lányjal, aki a szalon recepcióján dolgozott. Azt mondtam, hogy szeretnék körbe menni az épületben, hogy megnézzem a gépeiket. Na szóval, tedd, amit tenned kell. Tereld el a figyelmét. Én addig elmegyek oda. Hívod, hogy mikor menjek, ez volt a jelzés. Elindultam. Matt! Hello! Szia! Hogy vagy? Szét tudtál nézni? Igen, remekül. Oké, körbeviszel gyorsan? Persze. Elég rosszul éreztem magam miatta. Olyan kedves volt hozzánk. Csak a munkáját végezte, de persze én is. Nem akarok nagy felhajtást. Ez nem az én Tudom. Hatásköröm, csak a telefont veszem fel. Megértem. Rendben. Nem tudok többet tenni. Én ezt megértem, de muszáj lesz beszélnem a főnökével, jó? Rendben? Valaki hibázott. Nem nehéz hibázni. Valószínű, több mint 20 ágy van az épületben. Biztos ezért. Hé, mit csinálnak itt? A kamera a biztonságomért, és az önbiztonságáért van itt. Érti? Utasításunk van, hogy foglaljuk le az egyik ágyat. Az
514-est. Miért? Már azonosítottuk. Tudjuk, hogy itt van. Miért viszik el? Mert nem fizetett. Nem kellene erről előre szólniuk. Ő már tud róla. Nem igaz. Még csak fel sem hívtak emiatt. Hans Midler. Oké, Hans. Most már tudja. Már beszéltünk erről, nem? Tudja, mi fog történni. Ez hihetetlen. Én veszem fel a telefont. Hans, nem hívtak kérem. Emiatt. De azért jöttünk, Hans. Hogy elvigyük az ágyat. Jól van. Nem értem ezt a nyelvet. Mi ez? Német vagy micsoda? Az. Oké. Egy idős német volt, és eléggé az apámra emlékeztetett. Ő sokat beszélt otthon németül. Nem vagyok jó németből. Nem nagyon értem, mit mond. De azt láttam, hogy nagyon ideges. Hadd könnyítsem meg, rendben? Fogom a furgonom, és ideállok vele. Minden vendégének elmondom, hogy el kell vinnem a szoláriumot, mert ön nem fizette ki. Érti, amit mondok? És? Az elég feltűnő lesz. És senki nem kap semmit. Igen. Sok ügyfelet veszítene. Nem mehetek csak úgy be oda, hogy kihozzam, ugye? De azt megtehetem, hogy az üzlet elé állok. Ez maguk szerint biztos felháborító. De a törvény mellettem áll, oké? Megvan az utasítás. Így bárhol megállhatok, ahol a gép van. És várom, hogy kihozzák. A legjobb az lenne, ha elvihetném az ágyat. Itt hagyom a kamerákat. Úgy elkerülhetjük a jeleneteket, és folytatódhat az üzlet. Rendben? Ha nem visz be kamerát, vigyáznom kell. Érti? Vigyáznom kell. Rendben. Nem viszem be őket. Senki nem megy be. Érti? Nem. A nevet sem. Jó, azt sem. Rendben. Jó, nem mutatják a cég nevét, nem veszik fel. Oké. Ígéri, hogy diszkrét lesz oda bent? Ígérem. És a szavamat adom. Elfogadom a szavát. Jó, remek. Az úr beengedett, hogy kihozzam a gépet. Azzal a feltétellel, ha nem mutatjuk az üzlet nevét. És az ügyfeleket sem zavarhattuk. Nekem kell ez a munka. Nem lesz baj. Csak az üzletről van szó. Nem tett semmit. Nem róla van szó. Nem tudom, mit teszek. Semmi baj. Nekem egy órára volt időpontom, minden átfoglalt. Hölgyeim. Kezdődik. Kérem, hölgyeim. Szerinted a kamerák előtt mi? Akarod ezt? Elég. Elég. Na ne, élvezi. Elég legyen. Hagyják abba. Úgy tűnt nagyon mérges, mert nem tudott barnulni, mivel elvittük a szerkezetet. Irigy, mert engem hívtak meghallgatásra, nem? Nem is. Irigykedsz, mert nem maradt hölgyeim. Munkád. Kérem, hölgyeim. Hülye. Ne. Elég. Vereket elég. Jöjjön. Jöjjön. Igen. Elvinnék a kamerákat. Itt vagyok. Köszönöm. Elég, elég, elég. Jó, csak irigy vagy. Annyira látni meten. Úgy nézte a lányt abban a fehér bikiniben. Rögtön gondolta, hogy ez a nyalóka jó lesz neki. Mi az a nyalóka? Olyan lány vagy nő, akinek nagyon vékony kis teste van, de a feje nagy. Egy pillanatra azt hittem, cica harc lesz belőle. Elő is vettem a telefonom, hogy videót csináljak róla. Meg akartam őrizni emléknek. Az ő hibája! Most már elég. Gyerünk! Menjünk be! Majd én segítek önnek. Jöjjön! Jöjjön! Ajánlom is! Erre! Szóval Mando egy ideig nem ér ide. Várnunk kell rá. Szerelmes vagyok. Mindig beleszeretsz a fenék mutogatókba. Magát azért sajnálom. Nézze, beszélek Hanssal. Nem akartam egy ilyen dolgot magára zúdítani, de muszáj volt elvégeznünk a dolgunkat. Persze. Megérti, ugye? Oké, jól van. Mindig ez van Mettel és Freudjal. Ha ott van egy lány, azt hiszik, közéjük állok. Őrültség. Végeztünk, minden kész. Már mindenki bement. A furgon nem jött. Megígértem a fickónak, hogy elviszem, hogy elmegyek az üzlet elől. És vihettem ezt a nagy szerkezetet egyedül. 200 méter a kapuig. Nem örültem. Kicsit sem. Azt hiszik, a drága Sonja jött segíteni, dehogy. Az munkával járt volna. Ő azt sem tudja, mit jelent az a szó. A folytatásban. Vissza! Vissza! Kik maguk?
Na, elmondom, mi van. Egy fickót keresünk, a neve Dave. Fészeklopónak hívjuk. Ez a férfi sok illegális emelt csinál, vagyis magánlefoglalást. Mindenhol van embere, aki hívja. Szólnak, ha meglátnak egy tilosban parkoló autót, amit el kell vinni. Egyből telefonálnak. Azelőtt elviszi, hogy lejárna a parkolásra adott idő. Ez tisztességtelen. Nem legális. Matt korábban elvontatott egy másik autót Ryannel. Ide fog jönni, és leteszi a kocsit. Majd felhívjuk a fickót. Elmondjuk, hogy tilosban van egy kocsi a ház előtt. Megkérjük, hogy vigye el. Matt, vetted? Matt? Vettem. Oké, vettem, Matt. Tedd le a kocsit. Gyere ide, ahol én vagyok. Csak parkolj le a kocsival. Majd meglátod, hol vagyunk. Parkolj le. Innen látjuk, ha jönnek. Azt akarta, hogy a korábban lefoglalt kocsi legyen a csali. Ez engem eléggé zavart. Szerintem nem volt jó ötlet. A kocsi a mi felelősségünk. Igazából az enyém, mivel én vettem fel. Mennyi az esélye, hogy eljön a fickó? Szerintem nagy. Gyere! Erre! Igen, állj be oda. Vettem. Remek. Oké, elmondom, mi a terv. Te menj és rejtőzzel a sikátorban. Oké? Reméljük, nem arról fog jönni. Rendben? És ha jelzek, akkor gyere ide-vissza. Jó? Jó. Hagyd nála a rádiót. A vontatóhoz nagy vontató furgon kellett. Készen álltunk, hogy bármikor kampúra tegyük. Hogy van? Egy üzlet tulaja vagyok. Áll egy kocsi az üzletem előtt. A tilosban. Az volt a terv, hogy ott hagyjuk a kocsit. Leparkolunk az egyik üzlet elé, tilosban. Aztán Louise felhívja a vontatókat. Ők kijönnek a kocsiért. Ha megpróbálják elvinni, bemászok a furgonba, és lefoglalom. Oké, már jön is. Jó, szállj be. Ez lesz az. Ez az. Tolat. Ha kiszállt, odaadom neked a kulcsot. Jó? Kinyitott az ajtót. Kinyitotta. Átra ment. Kinyílt az ajtó. Oké, szállj be. Gyerünk. Szállj be a furgonba, Matt. Hey, Mr. Hello, hogy van? Hello. Behajtók vagyunk. Lefoglaljuk a furgont. Mi? Elmagyarázom. Menjenek innen! Menjen innen! Kifelé! Menjen el! Jogom. Szálljon ki! Jogi. Jöjjön ki onnan! Figyeljen rám, Jogi, elmondom, hogy mi dobj van. Dobj el! Azonnal tegye le! Dobj el! Tegye le, vagy sokkolom! Tegye le! Dobja már el! Ha nem teszi, sokkolom! Dobja el! Tegye le! Dobja el! Nem viccelek! Tegye már le! Sokan azt hiszik, túlreagálom a dolgokat. De egy 2 méteres, 100 kilós férfi jött felém egy kerékkulccsal. Más mit tett volna? A legjobb bemenni a legnagyobb védelem mögé, amit látsz. Előttem ott volt egy 200 kilós puertorikói. Sokkolóval. Menjen vissza! Nem szórakozok! Ha oda megy, sokkolom! Úgy fog sírni, mint egy kislány. Menjen! Szálljon ki onnan! Matt, zárd be az ajtót! Én biztonságban voltam. Aggódtam amiatt, hogy mi történik odakint. Elég! Maradjon! Elég, Matt! Hátra néztem, és a korábban lefoglalt autót éppen próbálták ellopni. Hé! Hey, el a kocsitól! Nem! Vissza vagy sokkolom? Hagyjon! Vissza kell vinnünk! Vissza! Kik maguk! Mit akar? Hagyjon már! Vissza! Menjen! Vissza! Louise nem tudott mit tenni, én sem tudtam. Eléggé tehetetlenek voltunk. Már lefoglaltuk! Vissza, barom, vagy csokkolom! Bizony! Nem viccelek! Elmegyek a házához! Veszteni fog, börtönbe megy! Börtönbe fog kerülni!
Maga barom! A szemünk láttára lopták el. Nagyon kínos. Nincs meg a kocsi. Az egyik legnagyobb hiba. Amatőr. Gyerünk! Beindul? Akkor jó. JJ, hívd a zsarukat! Hívd már! Hívd! Hey, vissza! Ne üvölcsön! Mi baja van? Ezektől a fickóktól vitte el Matt a kocsit. Követték őt oda, ahol voltunk. Louis engem hibáztat a kocsi ellopásáért. Vigyáznom kellett volna, hogy ne kövessen senki. Elszúrtam. Ugye ez csak egy hülye vicc? Jól van. Kösz szépen. Mindjárt beszélhet a zsarukkal. Megvan? Ja, megvan. Lefoglaltuk. Csodás. Oké, srácok, siessünk. Gyerünk, gyerünk. Barom. Maga mit csinál? Mit akar itt? Menjen már! Akar valamit? Nem viccelek! Mit akar? Tűnés! Ez csak egy titkos akció lett volna, Louis egyik hadművelete. Az ilyen dolgok könnyen túl bonyolultak lesznek. Olyankor ez történik. Ez nagyon fontos. A nap végén ez csak lefoglalás. Nem egy katonai gyakorlat, csak lefoglalás. A magyar változatot a BTI Stúdió készítette.